Két nap alatt nézettségi rekordot döntött Erdély Magyar Berkekben a YouTube videó megosztó portálon egy videóklip, melyet kolozsvári 20-as éveik legelején járó fiatalok készítettek. Címe Facebook Generation, az utolsó pecsét. Nem véletlenül. Ezek a fiatalok a választási kampány kellős közepén a cél előtti utolsó métereken rukkoltak ki egy olyan zenébe foglalt szöveggel, amelyre érdemes több szót vesztegetni, mint dicsérni vagy lesajnálni, mint teszik azt sokan a különböző névtelen vagy névvel beírt hozzászólásokban. Elérkezett az érettségi próbatétel negyedik napja, a magyar irodalmi megmérettetés. Nem másra jöttek a szomszédról, mert lehet, hogy ő is elhibázza. Bekáli György, léptet lován, dögöljön meg, ki nem román. S az Isten verte tartomány, Erdély, égjen minél tovább. Ja, és a nép, a drága nép. Idegesít, hogy osztod az észt, idegesít, hogy folyton. Idegesít, hogy lényegében te nem hazudsz, te már. Te már így érsz. Idegesít, hogy folyton két párt dobál egymás a két téglát. Téglát, melynek szerepköre nem az, hogy fejed betörje. Mondd el végre, mit kell látnom még. Útra gondolsz, míg jövőt ígérsz. Mondd el végre, meddig hallom még. Idegesít, hogy folyton rólad szól a kampány, és nem rólam. Amíg te a parlamentben, addig én sehol se voltam. Azt mondjátok, mi vagyunk a Facebook generáció, de a szavazatunk az kell, hol itt a ráció, hogy értelme volt az aradi vérnek, de lehetőség nélkül tőlünk mit reméltek? Nem hagyod a tempomot és az iskolát, amíg te is kocsmában ülsz, engem ne iskolázz. Öltönyben úgy érzed, hogy hülyén öltözöm. Filmeztek az érettségén, mint egy bűnözőt. Nem az érdeket, hanem az álmom üldözöm. Ha sokat bérázol, külföldre költözöm. Mert úgy érzem, itt csak arra kellek, hogy besétálj a kocsmából a parlamentbe. Nem testvériséget kérek, és nem egyenlőséget. Csak annyit, hogy add meg a lehetőséget arra, hogy teljesítsem, amit tőlem kértél. Amit tőlem elvársz egy családi ebédnél. A bizalmat régen játszottátok, a biztonságból sem maradt mások. Jövő nem volt, és így nem is lesz. Nem fogjátok beadni nekem így ezt. Mondd, mit kell látnom még? Útra gondolsz, míg jövőt ígérsz. Mondd el végre, meddig hallom még? A bufálat, ahogy mellé beszélsz. Mondd el végre, meddig várja? Az első, az utolsó esély. Érted már, nem csak magamé. Tőlem ez lesz az utolsó pecsét. Utolsó pecsét. Megvolt-e a pecsét egyébként vasárnap a Facebook Generation részéről? Természetesen, megígértük. Mi betartjuk az ígéreteinket. Anna? Igen.
Megvolt a pecsét. Nos, lehet, hogy nem ezzel a kérdéssel kellett volna kezdenem, de óhatatlan volt, hiszen erről szól a dal. Nagyon az utolsó 100 méteren született, alig néhány nappal a szavazás előtt, és egyértelműen arról szólt, hogy a fiatal generáció, a Facebook Generation ki van ábrándulva a politikumból. Mire számítottatok? Mekkora áttörésre számítottatok? Hát valóban, tehát szerintem amúgy most van először, hogy Erdélyben is, mert ugye Magyarországon most már abszolút minden fiatal, meg minden művész beleavatkozik a politikába, mert egyszerűen nem tudja megállni, hogy ne tegye. És nekem ez teljesen fura volt, és teljesen érthetetlen volt, hogy miért, és én most éreztem először azt, tehát ennek a dalnak a megírásánál, hogy muszáj, egyszerűen muszáj felszólalnom. Tehát. Márkus András, nagyon sokan tudják, de lehet nagyon sokan nem tudják, hogy ennek a dalnak az ötlete tulajdonképpen egy Facebookos dialógusból, párbeszédből indult, amikor te kifejezted az elégedetlenségedet egy bizonyos kampánydal iránt. Igen, az a dal kampánydallal az... szemben, stb., hogy túl sablonos, nem szólít meg senkit, stb. Az a dal az szerintem mesterkélt, a fiatalok szájába adja, de látszik, hogy idősebbek írták. Engem egyáltalán nem szólít meg, de a másik az, hogy ugyanakkor az én nevemben, tehát akár mint erdélyi magyar fiatal nevében beszél, és hát szerintem az ilyen egyszerűen sötét, tehát én nem akarom, hogy magyarországi fiatalok, vagy akár magyarországiak azt gondolják, hogy az én fejemben olyan sötétség van. Ez voltam, hogy megfogalmazva abban a posztban, és ez teljesen jogos, hogyha valaki valamit lehord, akkor csináljon egy jobbat. Szerencsére ez azt hiszem sikerült. Ja, és akkor ez így jött össze, hogy te akkor megígérted, hogy akkor te megmutatod azt, hogy képes vagy ennél jobbra, ennél többre, és megírtad a szöveget, amit aztán Fóris Ferenci Gábor megzenésített, és ő, illetve a testvére Johanna, illetve Horváth. Ez úgy volt pontosan, hogy én először Hannát kerestem meg ezzel a dologgal, és éppen Pesten volt, és nem tudtam elérni sehogy sem. És akkor megijedtem, és akkor Jézus Mária, kihez forduljak, és abszolút mindent, tehát kezdtem ott YouTube-ozni, meg minden, hogy ki az, aki képes lenne ezt megcsinálni. Na és akkor úgy alakult, hogy Fóris Gábor, Fóris Ferenci Johanna előkerült, akkor ő behívta a bátyját, és közben előkerült Hanna is, tehát így lett három ember ebből a dologból. Hanna, neked azért van néhány éves tapasztalatod a zenélésben. Mit szóltál, amikor először elolvastad a dalszöveget? Mert gondolom, először volt a szöveg, és utána lett a zene. Hát mikor először elolvastam, akkor úgy... éreztem, hogy van benne igazság, és úgy valahogy éreztem, hogy ez rólam is szól, és azért mentem bele az egész dologba, tehát azért vállaltam el, hogy akkor most énekeljek, és zenésítsük meg együtt. És sejtetted-e, hogy ekkora hatása nem. lesz? Nem sejtetted. Egyébként jó sokan írták a YouTube kommenteket is, úgy igyekeztem követni, hát ameddig lehet, mert már annyi van, hogy nem lehet egyszerűen végigolvasni, nincs az az idő, amit megengedhet magának az ember, hogy végigolvassa. De nagyon sokan kérték tőled a dalszöveget. Nem tudom, igen, ez igaz, ez valóban ezzel tartozom, és a dalszöveget hamarosan fel fogjuk tenni a YouTube videó alá, mert nagyon sok helyen idézték, és volt egy pár hibás idézet. Kaptunk ilyen kritikát is, hogy a szöveg helyenként nem érthető. Ezt normálisan nem tartanám ennyire fontosnak, de viszont tényleg ebben a helyzetben, mikor az üzenet ennyire lényeges, akkor tényleg fontos, úgyhogy a dalszöveggel tartozom, és ezt fel fogom tenni hamarosan. Tehát lesz dalszöveg is. Egyébként ezt azért kérdezem, mert ahogy én megfigyeltem, akkor legalábbis a dalnak az indítása, az nagyon hajaz a Velszi bárdokra. Természetesen. És ez a... Edvard király, angol király léptet fakó lován, ez átmegy Bekáli Györgybe, és hogy még jobban ne fordítsuk a hallgatóság számára. Igen, ez egy torz jövőkép akar lenni az első pár sor arról, hogy mi lesz esetleg, hogyha nem szedik össze magukat egyesek. Egyesek, a romániai magyar közösségre érted, az erdélyi magyarokra érted? Közösségre értem, politikumra értem, és Facebook generációra értem. Tehát itt mi hatalmas kritikát
gyakoroltunk ebben a dalban szerintem a politikum iránt. Viszont abszolút hangsúlyozom, hogy nem csak nekik kell tenniük valamit. Tehát itt ránk is szükség van. Tehát ez nem azt jelenti, hogy most akkor a Facebook Generation dőljön hátra, minden vagány, és akkor jó lesz. Nem, itt sok emberre szükség van, tehát abszolút ez. Ez az első dalod, eddig többnyire költőként ismertek az emberek. Ez az idézőjel, ez azért van, mert most ez a költő, ez hirtelen átvál dalszerzőbé, és itt először vállalod fel talán azt a közösségi mozgató rugónak a szerepét, amit régen nagyon sok költőtársad felvállalt, de te költőként nem vállaltad fel, viszont most felvállalod dalszerzőként. Miért van ez? Felvállaltam költőként, és én az elmúlt egy évben elkezdtem hazafias verseket írni. Ez ilyen nagyon furán hangzik, mert ugye a hazafias vers, akkor mindenkinek az van a fejébe, hogy akkor igen, Petőfiék, és ott Kölcsei, és Vörösmarty, és minden. Párnák közt halni, mert... Igen. Miközben annak a hazához? Na mindig. Hát, hogy nem. Na és szerintem lehet 2012-ben, na, nyilván 2012-ben nem úgy kell jó hazafinak lenni, mint ahogy azt a 48-as forradalom idején csinálták, hanem valami más, de lehet most is jó hazafinak lenni. Ez a dal, sőt, még kimerném jelenteni, hogy ez a dal, ez valami hazafi. Tehát akármennyire mérgesek a politikusok, meg mit tudom, meg sértőnek érzik, meg úgy érzik, hogy ellenük irányul. Egyáltalán nem ellenük irányul, mellettük irányul. Segíteni akartunk valam. Hanna, te hogy érezted azt, amikor előadtad ezt a dalt? Érezted, hogy ez úgy szól, hogy tényleg megszólítani akarod ezzel az embereket? Érezted az igazát? Igen, azért tudtam annyira beleélni magamat, és azért jött úgy ki szerintem maga a szám is, tehát a dallam. Hogy beleéltem magamat a szövegbe is, és úgy azt akartam, hogy minél többen meghallgassák és megértsék azt, amit én átérzek, és amit mindannyian fiatalok közül. Hogyan figyeltétek, amikor december 2-án tettétek föl a YouTube videó megosztóra a klippet, és akkor elkezdődött 1000, 2000, 3000 is nőtt a szám, és most 50 ezer fölött járunk. Hogy fogadtátok ezt a nézettséget? Pozitívan persze. Hát nyilván örültünk, mert úgy éreztük, hogy akkor valószínűleg sikerült az, mert ez ugyanakkor egy óriási kihívás volt, hogy ez sikerüljön elérnünk, mert meg volt a vers, meg minden, csak akkor itt sokan támadnak, hogy ez akkor populista, meg ez akkor tömegeket szólít, meg főleg zenészek támadnak, hogy igen, hát ez most commerce, meg minden, ennek tényleg egy nem politikai, hanem társadalmi célja volt. Úgy is akartuk, hogy tehát azt is akartuk csinálni, hogy minél több ember... Társadalmi célú hirdetés. Tehát most az ember nem tehet bele dubstepet, vagy nem csinált egy dubstep mixet, vagy egy regit, hogyha azt akarja, hogy egy tömeghez szóljon. Itt most fontos volt az, hogy ez eljusson az emberekhez. Egyébként megfordult-e az így ötletelés közben a fejetekben, hogy ha ezt meghallgatják az emberek, akkor nem mennek el szavazni? Nem fogjátok beadni nekem. Se, tehát, mert hogy annyira, tényleg annyira kiábrándultság van a középpontjában a szövegnek, a dalnak, annyira meggyőzőek vagytok, hogy kész, ezzel nem az utolsó pecsét, az utolsó szavazást akarja jelenteni, tehát szerintem elég tiszta ez a mondani való, hogy már pedig, igen, most még elmegyünk, aztán rajtuk múlik, hogy mit csinálnak a következő 4 évben. Tehát ez egy ilyen fenyegetés, ez egy ilyen, hogy... Igen, tehát hogy nem biztos... Számon kérjük az utolsó pecsétet. Nem biztos, hogy hiszünk bennetek, de oké, na, legyen ez az utolsó. Lesz-e még dal? Közös dal? Bármilyen dal? Fogjuk folytatni ezt a projektet. Igen? Igen. És remélhetőleg összejön most, tehát azt hiszem a következő dal az a szerelemről fog szólni, mert végre valami szép dologgal is kellene foglalkozni. Most lejártak a választások, tehát biztos váltani kell tematikában. De például ezt a vonalat fogod-e folytatni? Mindenképpen társadalmi jellegű problémákat, meg mondjuk a szerelem is, úgyis tekinthet, a szerelemről is tekinthetünk, hogy minden társadalmi jellegű problémára, de mindenképpen meg fogunk ragadni eseményeket, meg azért. Tehát ez nem az együttes, vagy valami lesz, ami nem szól semmiről, csak úgy van, mert szépen szól. Tehát itt tényleg valakit meg akarunk szólítani. Ez a cél. Kedves nézőink, Horváth Hanna énekes, illetve Márkus András dalköltő, erdélyi bárd. Ajaj.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk a stúdióban. Mi is nagyon szépen köszönjük. A fejleményeket, és nagyon-nagyon-nagyon sok nézőt, hallgatót az utolsó pecséthez, illetve az elkövetkező dalokhoz. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.